Hétfő reggel, halvi kocsi, és hamarosan indulunk. Így néz ki az állomás. Most indulunk. Na most jó pár óráig nem is fogunk megállni. De ez nyitott. Ezzel a vonattal jöttünk eddig. Bulgár román határ. Van egy csökkent. Bulgár román határ, felszálltunk a Desiro-ra, ez ebben Romániában, ez eleg román van grafitizve az ablak. Így néz ki. Pókálós a szélvédő, de ez így még kimehet forgalomba. És itt az első osztályú szakasz a Desiro-nak, ugyanúgy, ahogy nálunk. A Siemens Desiro az nem, ez ugyanaz, ami nekünk ott is működik a vizuális utastájékoztató. Működött, most már nem működik. Ugye le akart a videózni, eltűnt, de ott van. Most megvan. Megérkezett a fagy is. Thank you.
most már CFL kocsiba utazunk. Ég és föld a különbség a Desirók. Desiro után ez már olyan komfort, hogy csak... És még konnektor is van. Ja. Elvileg ott alul van, ott a konnektor. Tudom, ismerem ezeket a kocsikodban. A hasonlók azok felénk is járnak. Van vizuális utas tájékoztató, ami éppen nem működik, de van. És mindjárt indulunk Bukarest fele. Ez miféle mozdony? Hálókocsi, és ez van benne, két víz. Szóval, törlőkendő. Ja, ott egyébként van egy mosdó, de azt most nem nyitom föl megint. És akkor egy ágy, még egy ágy, meg ott egy csomagtartó. Nem igaz, ott fent. Ez a, ott van egy csomagtartó. Itt is van egy csomagtartó. Na, és így néz ki egy hálókocsi. Ez itt egy mosdó. A végében, amikor két vécén. Hát, itt van egy mosdó. És itt van az ágy. És ezzel megyünk Temesvárig. Ez itt a Temesvári teleposztó. Lányan, ott van, ilyen, téjjel kettő, itt van. Két percet jársz, hogy szólt leér. Magyar festéssel. Hát csak DB-lukó van. Öt leír, jászhatsz két percet. Jászhatsz. Akkor mi csak átkezdtük akkor. Ja. Mondjuk, hogy biztos.